Nyolc civil áldozatot követelt Oroszország támadása Ukrajna keleti Luhansk megyéjében. Több települést ért tüzérségi támadás és a korábbi ágyúzások nyomán is kerülnek elő holtestek. Három rakéta is becsapódotta a dél-kelet-ukrajnai Gyipropetrovsk járásban. Az egyik lövedék a vasúti infrastruktúrát találta el. Egy 48 éves férfi meghalt. Közben folyamatosan támadják az Azovstal acélgyárat. A jelentések szerint nehéz bombákkal lövik a Mariupoli acélgyárat. Azt írják, hogy az ellenséges erők folyamatosan támadják a gyárat annak ellenére, hogy a katonák mellett civilek, köztük gyerekek is tartózkodnak a területén. Oroszország-Ukrajna határától 60 kilométerre ballisztikus rakétarendszereket telepített. A jelentésben hozzáteszik, az orosz csapatok folytatják Hárkív részleges blokádját is. Joe Biden azt üzente, támogatja a háború által sújtott országot. Az amerikai elnök Twitteren jelentette ki, hogy az orosz elnök Ukrajna megszállására tett kísérlete soha nem lesz sikeres. Az ukrán hadsereg szerint a február 24-én kezdődő háborúban eddig 21.800 orosz katona halt meg. Ha az adatok pontosak, akkor Oroszország halálos áldozatainak száma jóval magasabb, mint a Szovjetunió-Afganisztáni háborúja idején, amely egy évtizedig tartott.